A Hartai tájház létrejötte az 1960-as évekhez köthető. Nánai András a település vezetője és Rétfalvi Teofil pedagógus közös akaratának eredményeként kezdődött meg a gyűjtés. 1967-ben kapta meg a működési engedélyét a Hartai tájház, melyben a lakáskultúrától az öltözködésig számos relikvia őrzi a helyi különleges évszázados hagyományokat. Hartán tulajdonképpen azért ugyanúgy, mint más településen is vannak egyedi dolgok, és ezek közé soroljuk bizonyos tekintetben a hartai festett bútorokat is, sőt talán első helyre, mert hogy hát országosan is tényleg egy egyedi dologról beszélhetünk, de már országhatáron kívül is ismert ez a kézműves tevékenység, amiről annyit tudunk, hogy az 1800-as évek elejéről vannak írásos és tárgyi dokumentumok ezzel kapcsolatosan. Tehát nem feltétlen tudjuk azt, hogy mennyire és mit hoztak magukkal az őseink, akik ugye 1723-ban német nyelvterületekről érkeztek erre a vidékre. Valószínűleg nagy szerepet játszhatott a hartai bútorokkal kapcsolatosan a komáromi bútor készítő és festőműhelyeknek. Hát ugye annyit tudunk, hogy vannak bizonyos motívumok, amik teljesen egyedivé teszik ezt a hartai bútorfestést, mégpedig a hartai rózsa, a tojásdat forma, a gomba motívum, a madárka motívum. Annyit tudunk még a hartai festett bútorokkal kapcsolatosan, hogy még a 60-as években is, tehát asztalos szakemberek készítették ezeket a bútorokat, ők is festették ezeket a bútorokat, tehát nagyon sok esetben úgymond férfi emberek készítették minden tekintetben ezeket a használati tárgyakat. A színviláguk tulajdonképpen igen, tehát valamikor régen ennyit tudunk, hogy magára hát nyers fára, hogy így mondjuk, belekarcoltak bizonyos motívumokat, és a későbbiekben kezdtek el festéket és festést alkalmazni. Először szintén magára a nyers fára, tehát nem volt alapszíne, aztán később egy sötét alapszínt adtak ennek, és hát gyakorlatilag az a hét szín, ami megjelenik a hartai festett bútorokon, illetve mindenképpen egy közép motívuma a hartai bútorfestésnek az a kehelyből vagy korsóból kiinduló, hát tulajdonképpen életfa vagy virágcsokor, ki hogyan nevezi és hívja. És hát ami még jellemző, ugye, hogy a hartai festett bútorokon általában megjelenik a készítetőnek a neve és a készítésnek az időpontja. Kiállító helynek a lakószobájában tulajdonképpen több mint 100 éves bútorok láthatók, ami ugye ami meglátják a vendégek, vagy láthatják a vendégek azt, hogy gyakorlatilag a motívumok, a színek ugyanazok, mint a közelmúlt szobájában, tehát ugye ahol 72-es datálású bútorok vannak. De hát nyilván, hogy az évszázadok alatt, mert mondhatjuk ezt, a festékek kémiai összetétele gyakorlatilag azért változott, és nyilván ezek a bútorok minden tekintetben beértek már annyira, hogy esetleg kicsikét más a színviláguk. Tehát lehettek itt is divatirányzatok is, érzelemvilág is, a megrendelő is esetleg mást kért, vagy bizonyos dolgot kért, De maga az alapja és a motívumvilág az teljesen ugyanaz, mint a két szobában látható. A kiállító helynek a legrégebbi darabja egy 1865-ös datálású kis ládika,
Ami még érdekessége ennek a lakószobának, hogy tulajdonképpen ugye ez az életkép, amit megjelenik előttünk, ezzel arra akart utalni a tanár úr, mert ezt még ő rendezte be így, hogy gyakorlatilag egy légtéren belül 3-4 generáció élt együtt abban az időben, és hát ugye nem volt abban az időben még arra lehetőség, hogy boltban vásároljanak például játékokat, ezért a felnőttek, hogy a gyerekek le legyenek kötve, és nyilván ők a dolgukat tudják végezni, nagyon kreatívan készítettek bizonyos játékokat, amik a mai világunk gyermekei részére nagyon érdekes darabok lehetnek, és nem is igazán szoktak a gyerekek, hogy úgy mondjam, hát, hogy is mondjam, csak nem szokták elfogadni ezeket a játékokat, ha azt mondom, hogy mivel szeretnének játszani, akkor azért maradnak a mai modern játékoknál, mert hát azért ezek egy kicsikét más játékok. A napjainkban már nem annyira jellemző, hogy ilyen bútorokkal szeretnék az emberek körülvenni magukat, de én azt gondolom, hogy minden olyan családban, akinek valamilyen kötődése van a múltunkhoz, tehát mondhatjuk azt, hogy az ősei ugye onnan a bizonyos német nyelvterületről jöttek, azért igyekszünk generációra átadni azt, amit fontosnak tartunk, és ezt manapság abban a formában tudjuk megtenni, hogy esetlegesen bizonyos festett bútordarabokat azért még a modern enteriőrökbe is el lehet helyezni, és a jelenleg közöttünk élő 3 bútorfestő nagyon rugalmasan kezeli ezt, tehát hogyha valakinek igénye van arra, hogy modern bútor felületére, tegyük föl egy beépített konyhaszekrény felületére, homlokzatára szeretne néhány hartai motivumot, akkor ők nagyon készségesen vállalják. A hartaiak tájszólása is különleges, mint ahogy a ruházat elemei is eltérnek a hagyományostól. Ebben a fejfedő az igazi unikum. Ahogy a gyűjtemény kezelője Gröb Gyuláné elmondta, ma már a díszítő gyöngyök beszerzése is nehézségbe ütközik, mint ahogy gondban vannak a kékfestőanyagok dolgában is, hiszen nincs olyan műhely, mely az 50 éves hartai tánccsoport ruháit újra elkészíteni.